Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlanos Álmok című könyv írója, az Ingatlanos Álmok Klub megalapítója, illetve Udemyn is van oktatóanyagom, belinkelem a videó alá, szerintem nézzél bele, lehet, hogy hasznos neked is. Ennek a videónak a címe a fantázia. Nos, ezt még Albert Einstein mondta, hogy a fantázia fontosabb, mint a tudás, és 1000%-ig igazat kell, hogy adjak neki. És ezt pontosan azért mondta, mert amit valamit miért megvalósítod, el kell tudnod képzelni, hogy megvalósítod. Úgyhogy, ha nem tudod elképzelni, akkor nyilván neki sem fogsz állni. Tehát gondold el, hogy micsoda fantázia kellett akár Kennedy elnök az első embert, hogy embert küldök a Holdra. Hát ha vele gondolsz, a tudós társadalom, aki ilyen csőlátásban, ő tudós, és ez csak így lehet, és ez csak így meg biztos, hogy ők nyilván mindenki lebeszélte volna róla, tehát az egész környezete azt mondta, hogy ezt nem lehet. És ő mégis végig látta, hogy ő embert küld a Holdra. És ugye, ugye végére ezt meg is tudta ő valósítani, de gondold, hogy micsoda fantázia és hit kell ahhoz, hogy te egy ilyet végigcsinálj mindenkin keresztül, mert senki nem hisz benne, senki rajtad kívül. És ugye ezért jó dolog az, amikor neked van egy célod, egy álmod, akár egy ingatlant akarsz venni, vagy egy villát akarok venni, akkor mit csinálok? Elmegyek és lefotózok egy villát, és kiteszem mondjuk a falra, olyan helyekre, ahol láthatom, mit a képernyővédőnek, bárminek telefonodra rá tudod tenni, tehát most már több ilyen eszköz van a kezedben, hogy folyamatosan láthatod azt, amiről te álmodozol. Mert először az ember nem biztos, hogy elhiszi, hisz én sem hittem, de viszont ha elég sokat nézed, elég sokat mondod, akkor előbb-utóbb, hát ez így működik, hogy el is hiszed. Tehát ugyanaz, amikor én is először elkezdtem mondani, hogy ingatlan befektető vagyok, nem mondom őszintén, én magam sem hittem el, de amikor elég sokszor elmondja az ember, a végén ő maga is elhiszi, ugyanez van egyébként ezekkel a nagy álmokkal, célokkal, hogyha te minden nap látod azt a képet, akkor előbb-utóbb úgy közelebb, tehát hihetőbbé válik az egész dolog. Jó? Nyilván sokat kell tenni érte, tehát ez nem úgy, hogy csak nézegetek a képet és hú, nekem akkor majd villám lesz, hogy elmegyek a Holdig. De ettől függetlenül ezek a dolgok viszont így működnek és csak így működnek. Úgyhogy tehát a fantáziát hogyan fejleszted, igaz? A mai világban ez valami kegyetlen nehéz, ugyanis mindenki telefonon pötyög, nézi a tévébe azt a sok szép brazil, meg én nem tudom milyen hülye idióta sorozatot, amivel gyakorlatilag csak az agyát amortizálja le mindenki. Ez így van. Tehát én konkrétan nem nézek tévét. Nyilván filmeket nézek este mondjuk 9 után, de ott már kevesebben relatíve az agymosás. De ettől függetlenül a tévét azt nem javaslom, meg ezeket a telefonos pötyögésektől kezdve mindent, ugyanis ez nem növeli a fantáziát, hanem csökkenti. Növelni egyedül az olvasást növeli. Én szerencsére a gyerekkoromban a Rejtő Jenő könyveken nőttem fel, és ha hiszed, hanem amikor az ember olvas egyik könyvet a másikkal, nekem nagyon tetszett, és mindmáig azt mondom, hogy bárkinek javaslom, hogy szinte megjelentek előttem a szereplők, hogy a környék, a környezet, a szereplők, a kinézetük, hogy néznek ki, stb. És megjelentek előttem, pedig úgy, hogy olvastam, és ez a lényeg és a fantáziát egyedül az olvasással tudod fejleszteni, ha fejleszted. Ha azt mondod, hogy nekem nincs fantáziám, én ezt el sem tudom képzelni, az csak és kizárólag az olvasással, nyilván a szép irodalom és a regény olvasással tudod fejleszteni, semmi mással. Ha elolvas egy szakfolyóiratot, attól nem fog nőni a fantáziát, bár lehet, hogy igen, mert meglátod azt a gépet, azt a dolgot, de alapvetően a regények által nő, és én ezért vagyok hálás a fiatal koromért, meg hogy édesanyám, a rokonság, bárhova mentem még nyaralni, és mindenhol azt láttam, hogy olvasnak, így aztán én is elkezdtem olvasni gyerekként, és ennél jobbat nem is tehettem volna. És ezt javaslom mindenkinek, ne a hülye brazil sorozatokat nézze, az a sok agylövőt, ha mondhatok ilyet, hanem igenis kezdjen el olvasni helyette, kapcsolja ki a tévét, a híradókat végképp ne nézze, az is csak egy agymosás, nézzen filmet, töltse le a netről a filmet, nézze meg, ha akarja, az még úgy oké, de tényleg olvasson, mert az emberek azért nem jut sehova, mert nézze ezt a sok agymosást,
és igazából el sem tudja képzelni, hogy ő meg tud valamit csinálni. Ő csak azt látja, hogy mindenki gazdag, szép, boldog, meg azt, hogy ő nem az. És onnantól le is teszi magát a béka segge alá, és az nem viszi előre az életében, az biztos. Úgyhogy ezért javaslom neked igenis olvas könyveket, fejleszted a fantáziát, mert jó hírem van. Minden ezen az ég a te egy világon fejleszthető, még te is fejleszthető vagy. Nyilván itt kell kezdeni, tehát annak, hogy te majd egyről a kettőre és a háromra jussál, meg legyen egy csomó ingatlanod és ingatlan befektető legyél, írjál könyvet, meg mit, ahhoz igenis nagyon sok mindent kellett magamon fejleszteni, tehát az nem úgy, hogy ezt tegnap csináltam, és akkor összeállt a kép és egyszerre minden. Ez egy szép hosszú fejlődési folyamat, de ezeket tényleg ezek fejleszthetők, és a fantázia nélkül a világon semmire sem jutsz, az viszont biztos. Azt borítékolhatom, gyerekek, gondolj bele, amikor akkor az Edison vagy bármelyik Einstein, tök mindegy, egy nagy feltaláló, ugye Edison feltalálta az izzót, ugye 10 000 sikertelen próbálkozás, hadd ne soroljon, de ő végig látta maga előtt a célt, és azt, hogy ez sikerülni fog. Ő ezt végig látta maga előtt, mert anélkül meg se próbálta volna, és úgy gondolom azért nagyon sokat adott ugye nekünk, ugye az embereknek, ezzel, hogy ő ezt végig látta, és igenis volt hozzá fantáziája, és ő ezt el tudta képzelni. Úgyhogy én ezt mondom neked is, hogy igenis, ha nincs fantáziát, fejleszed, de igenis merjél bátran fantáziálni, álmodozni, mint akár egy gyerek, mert egy gyereket, ha megkérdezed, ő mindent el tud képzelni, azt is, hogy ő elnök lesz, hogy ő nagy énekesnő lesz, tök mindegy, ő mindent el tud képzelni, és azért, mert van fantáziája, csak sajnos az iskola, meg ezek nyilván ugye a munkahely ezeket öli ki belőlünk pontosan, de én azt mondom, ne hagyd magad, igenis legyen fantáziád, bátran képzelődjél, és csak azt fogod tudni megvalósítani az életben is, hogy te ezt elképzeled. Én is elképzeltem, hogy Győr-Szabadhegyen nekem lesz több ingatlanom, még gyerekként is, és ugye felnőttként azt tudom mondani, hogy Győr-Szabadhegyen van több ingatlanom. De ahhoz el kellett tudnom képzelni már ott. Csak ugye belőle nem tudták kijönni. Nyilván büntetésben is voltam elég sokat, de kijönni nem tudták ezt belőlem. Sok esetben azt mondom, hogy ha van gyereked, a legrosszabb, amit tehetsz, hogy kiölöd, megölöd ezt a részét, mert tényleg egy nagyon sivár felnőtté tud válni. Ezt a fantáziát, gyerekek, ezt inkább fejleszétek, ne öljétek ki a másikból, jó? És akkor tényleg tök jó életed lesz. Szia!